A programajánló után ismét egy fantasztikus programot ajánlok az önök figyelmébe, mégpedig a Magyar Vitorlázó Ráli Kupát. Azt hiszem, hogy nincs olyan gyerek a világon, akit ne érdekelnek a repülőgépek, és nincs olyan felnőtt, aki ne vágyna arra, hogy valaha beüljön bármiféle repülőgépbe. Hát nyilván van egy-két ember, aki esetleg annyira szorong, hogy ez nem a szíve vágya, de abban azt gondolom, hogy megállapodhatunk, hogy mindenképpen egy rettenetesen izgalmas dolog elrugaszkodni ugye a földtől és a levegőben lenni. Hát ezt vendégeinket tőlem sokkal jobban tudják, hiszen ugye gyakorlatilag ez a szívetek csücske, az életetek és a hivatásotok a repülés. Most pedig erre a programra azt hiszem, hogy nagyon sok embert szeretnétek látni, és ezt a fajta életérzést és ezt a szenvedélyt egy picit megmutatni. Nos Attila, ez gyakorlatilag egy olyan verseny, amelynek egyik állomása lesz Nyíregyháza, ugye? Mit kell tudnunk akkor pontosan erről a versenyről? Igen, így van. 2017-ben határozta el a Magyar Vitorlázó Repülőszövetség, hogy egy versenysorozatot szeretne indítani Magyarországon, amelyel egy kicsit a vitorlázó repülést, mint sportot szeretnénk népszerűsíteni. Ez megfogalmazódott majd az előzetes szervezéseket követően 2018 elején dölt el, hogy egy olyan rallikupát és rallikupának nevezett versenysorozatot vezetünk be a versenynaptárba, amely különböző állomáspontokon jelenne meg a Magyarország repülőterein. Ezt természetesen a helyi repülőklubok társszervezésével valósítja meg a szövetség. Ennek most jelenleg második állomáspontja lesz a nyíregyházi repülőtér, amely június 8-9-10-én fogja megvalósítani ezt a programot. Ugye 8-án lesz a bevonulás és az érkezés, a versenyzők fogadása, regisztrálása, majd szombati napon lesz egy hivatalos megnyitó és a verseny megkezdése is. És ugye hát nyílt lesz ez tulajdonképpen, tehát bárki, aki szeretné ezt, ha nem is test közelből, de minden esetre közelről megtekinteni, arra van lehetőség. A televízió nézőknek mit ajánlotok, mikor kellene a nyíregyházi repülőtérre kimenni, hogy részesei legyenek ennek a programnak? Igen, tehát már reggel 8 órától meg fogjuk kezdeni az előkészületeket, tehát itt a versenyzőknek eligazítása, a repülőgépeknek a előkészítése a versenyhez, majd eligazítás, ugye lesz egy hivatalos megnyitó is, ugye ez 9 és 10 óra közöttre prognosztizáljuk, és természetesen minden érdeklődőt szeretettel várunk, aki valamilyen vágyat érez arra, hogy egy kicsit megismerje jobban ezt a sportágat. Itt az ország élmezőnyéből is lesznek versenyzőink. Többek között az eseménysorozatnak, tehát a Rallikupa megálmodójának és ugye a fő szervezőjének, a Szabó Péter is itt részese lesz a versenynek, tehát ő is versenyzőként részt fog venni, illetve egyesületünkből más repülőklubokból is elég sokan fognak jönni, tehát jelenleg olyan 17 fő körül van a nevezői létszám. Most éppen jelenleg ezt szerettem volna kérdezni, hogy milyen a mezőny, mekkora a különbségek vannak a versenyzők között, és egyáltalán hogy néz ki egy ilyen verseny, tehát minek kell megfelelni, milyen szabályok vannak, ha ezt így röviden el tudnád mondani, hiszen azt gondolom, hogy sokan vannak, akik számára ez egy teljesen új terület. Igen, ez elég összetett. Az élmezőny is természetesen részese és résztvevőként jelen lesz a versenyeken. Ugye most a második állomáspont Nyíregyháza, mint korábban említettem, és maga tehát kimondottan a Vitorlázó Repülőszövetség által, ugye a Magyar Vitorlázó Kupa pont számítása alapján történik a versenyeredmények számítása, ezen belül napi helyezést fogunk természetesen közölni, és az egész versenysorozatnak a szeptember végi zárásánál lesz a végleges értékelése ugye ennek a sport rendezvénynek. Hát nem csak a vitorlázók repülnek, hanem sajnos az időnk is, úgyhogy nagyon-nagyon szoros. Máté, te itt egy ilyen hivatalos pilóta egyenruhába érkeztél, de ugye mégis a vitorlázással indult szerintem a te karriered is. Mesélj egy picit arról, hogy hogyan lett a te érdeklődésedből, a kíváncsiságodból gyakorlatilag, ugye most már profi pilóta
tudattává válsz, ha jól tudom. Így van, szóval itt az elején szó volt arról, hogy minden kisgyerek álmodik arról egyszer legalábbis az életében, hogy ugye pilóta lesz. Na hát ez nekem 2002-ben kezdődött, én akkor testvéremhez repültem New Yorkba, és hát én ott beleszerettem ebbe az egészbe. Ez egy jó hosszú én igazából, út volt, így van, ez egy jó 9 órás út volt, szóval én 5 évesen ebbe az egészbe beleszerettem, és azóta ki is tartottam emellett, majd 2012-ben csatlakoztam az Albatrosz Vitorlázó Repülő Egyesülethez, és most már 2 éve a Nyíregyházi Egyetem közlekedésmérnöki légiközlekedési hajózó szakirányán vagyok, ami ugye a hivatásos pilótát takarja, és ennek a képzésnek a végén igazából utasszállító repülőgépek vezetésére leszek jogosult. Ugye a repülőtérhez köthető a Tréner Kft., és igazából nem mentem messzire, csak a szomszédba, de ugyanúgy azóta is az Egyesület tagja vagyok, és a Tréner Kft.-nél csinálom a gyakorlati képzésem, és én mai napig azt mondom, hogy jobb döntésem nem is lehetett volna, hogy én akkor bekerültem ebbe az Egyesületbe, mert komolyságra, odafigyelésre tanítottak, de mindig egy befogadó és egy olyan közösség volt, akikkel szívesen töltöttem együtt akár az egész nyaramat is, és most is úgy érzem a Tréner Kft.-nél, hogy egy olyan csapatnál vagyok, egy olyan minőséget képviselnek, amivel én igazából a legjobb úton vagyok, amin csak lehetek. Egyébként ez jellemző a Máté karrierje, hogy általában aki mondjuk vitorlázó repülőként indul, azért az kacérkodik azzal, hogy mondjuk utasszállító gépeket is vezessen? Igazából nagyon egyénfüggő, de igen, természetesen igen. Ugye nagyon sok neves pilóta, illetve ugye a közforgalmi pilóták többsége rendelkezik vitorlázó repülő jogosultsággal és jogosítvánnyal, szakszolgálati engedéllyel. Bennem is megfordult valamikor ez a gondolat, viszont én teljesen más pályára orientálódtam. A vitorlázó repülés természetesen megmaradt, de hogy nagy neveket tudjak mondani, tehát akár Farkas Bertalan vagy Verez Zoltán, hogy a Nyíregyházi repülőtérről kezdte meg ő is a pályafutását, tehát nem csak a közforgalmi pilóta hivatási karrierig, hanem még egy kicsit magasabbra, ugye egész az űrrepülésig el lehet innen jutni. Hát mindenképpen azt gondolom, hogy azért mi nyíregyháziak erre a képzésre is nagyon büszkék vagyunk, és ilyenkor, amikor bármi történik a repülőtéren, talán a mi keblünk is még jobban dagad, mert tudjuk, hogy bizony ezek a fiúk azért nagyon sokan itt tanultak Nyíregyházán. Máté, te is versenyzel? Nem, én most nem fogok versenyezni, én az előkészületekben és a lebonyolításban fogok segíteni. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Még egy weboldalt, Attila, mondj, hogyha itt a nézőknek nem sikerült mindent elmondani, hogy hol tudnak tájékozódni magáról erről a Rally Kupáról. Hát a Rally Kupának nyitottunk egy domént, ez az enyrek.hu weboldalon érhető el. Ezen a további információkat, az eredményeket, nevezők névsorát és egyéb információkat lehet megtudni. Így van, a nézőknek pedig azt ajánljuk, hogy nézzenek az ég felé, ahogy Charlie mondta, köszönjük szépen. Mi híradóval folytatjuk, híradó után pedig újabb vendégeinkkel, újabb programokkal várjuk önöket, maradjanak velünk.